Kedves chat, kedves össze, meg egybegyűltek, kérem szépen, fogadjátok sok-sok szeretettel a Hitman harmadik részét, vagyis második. Második, mert azt nézzük, második is tudjátok. Már csak azért is, mert tegnap befejeztük a prológot, és le kell, hogy üljek. Remélem, hogy a joystick az nem merült le, és fel van annyira töltve, hogy tudja pörgetni itt a dolgokat. Szomorú lenne, hogyha nem merülne ez idő előtt, viszont az egér az nagyon merülőben van már. Nem csodálom az ilyen melegbe folyamatosan. Kettő, ami három, és tényleg amúgy. Ó, én már voltam fodrászna. Haha. Na. Kiemelt történet. Megvolt a forma egyes pálya, és most jön a három fejű kígyó, innen fogjuk folytatni. Arina, nagyon szépen köszönöm a 4. hónapos TikTokos feliratkozásodat, innen is csókoltatlak. Köszi szépen a támogatást. Köszi szépen. Gyere küldetésre. A küldetésed, amennyiben vállalod. Lucas Gray. Nyomok egy hype-ot neked a TikTokra, mert nézve nem hype-olják a chatet. Majd én hype-olom neked. Köszi szépen, Arina. 69-es ügynök az vagyok. They're using the distribution network of the Delgado cartel, Colombia's biggest drug manufacturer. Clearly, Gray must have struck a deal with the Delgados. Consequently, if we can cripple the cartel, we can severely limit the militia strike. Az úgy nézett ki, mint a titán. But to do so, we need to slay a three-headed serpent. Gyerekek, nem? Sociopathic cartel head Rico Delgado and his two closest lieutenants, PR guru Andrea Martinez and savant chemist Jorge Franco. With equal parts, Rico Delgado runs a thriving billion-dollar criminal empire. The word is. Hát ami ketté robbant a Titanic mellett. Vagy nem a Titán volt az, vagy nem úgy hívták. Tenger atyáró, az a kutató. A childhood friend of Delgado's has been buttering up state leaders and decision makers, paving the way for an expansion of the Delgado logistics network. While the brilliant but aloof and antisocial Franco has been hard at work developing a new type of super cocaine. So, three of Colombia's most infamous crime lords inhabiting a decidedly hostile environment. Három célpont. I will leave you to prepare. Köszi. Így dög meleg van, és még menjünk kell még melegebb környezetbe. Hát be fog párni a pöcsöm. Miért csak ezeket a ruhákat engedi? Tutil van valami plusz izé. Amiket feloldok, azokat hol mutatja? Van valami külön feloldási cucc? Tuti, mert karakter. Statisztika. Ár. Elég durva, hogy ilyen szintek vannak csak benne. Hát akkor nyomjuk. Nem tudom miért nem. Emlékeztek rá, hogy amikor vége van a missionnek, felold nekem ilyen ruhaszetteket. És valamiért így azt nem látszódik. Na mindegy. Játékindításra nyomjuk neki. Csapassuk egy chat. Délután is lesz egy kicsi stream. Azt még nem tudom, hogy mi. Még kitalálom. Valamit kéne tolni, vagy lightosat. De hogy mi legyen az? Mondanám, hogy legyen gitárhíró, de azt tudom, hogy nem szerették annyira az emberkék.
nézik pár percig, óráig, aztán... Kolumbia, bazeg, 50 fok, árnyékban is. Már most ide izzadok. Ah, kurva életbe. Jó, beleállok ilyen melegben. Nézni nem szeretik Olaf sokan, csak sajnos. Tápen az lájtos. Mi a fene? Armed Sicarios patrol the streets of the village, ready to enforce harsh punishments to those who do not comply. Karaoke. Rumors persist of hidden transportation caves in the village. The cartel compound and the Cocofields felsőt, és beleizzadok. It is a rare occurrence to have all three cartel leaders present in the village at the same time. Micsoda csöcs, expect that all targets are protected by scrupulous killers. Armed with automatic weapons. Rico Delgado inhabits his fortified mansion on the outskirts of the village. Mekkora csimmája van. While Andrea Martinez can be found in her village office. Szia, Betty. Or around Santa Fortuna itself. Üdv a streamben mindenkinek. And Jorge Franco is engaged in development of a new drug in his Na, látod, már a cicét nézett, tudom én. Happy hunting, 47. Happy hunting. És sose hagyjon el benneteket a remény. Ja, ez nem az a film. Na. Kiiktatni kell Rikót, Jürgent és Andreát. Oké, egy jó mentéssel kezdünk természetesen. Szokás szerint. Elmerül... Aha. Félig átsütve halhatatlan szerelem. Ó, hát én lennék Latin Lever. Szevasz, fan, szia, szia. Na, 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 na. Ettől a környezettől tudjátok mi ez jött meg még a kedvem? Kibaszott Tomb Raider-hez. Szerettem a Tomb Raider-t. Csak kopogjak be? Mi történik, ha bekopogok? Cartel business only. De azt így pigyed be a kis szuki vízilovat. Cartel business only. Tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam. Na-na-na. 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 Na-na. Ez az, én vagyok Juana Kertész. Minden nőnek álma. Ez az. Hol a saj? Azt figyeld. Mennyi ilyen ninyó van itt. Szevasz, bohóc, szia-szia, üdv a streamen, mi a helyzet? Kiken is pörög a stream, srácok, www.kik.com/showször, gyertek ott is, kövessetek be, regisztráljátok fel, azzal is támogatjátok a munkásságomat, ha tetszenek a streamek, természetesen. Meg a sok-sok lájkkal, természetes. Sanyi, köszi szépen az ajándékot, köszi szépen a szívet. She can't even stand to be in her village mansion for too long.
Klau, neked is, bocsi, nem is láttam. Szia, Klau, itt vagy még. Ne haragudj, nem is láttam az ajándékot, bassza. Ja, leszom rá. Egy régi szerelem készen áll arra, hogy újra fellángoljon. Andrea Martinez. Apparently, Hector has authored a rather slushy love letter. Csúszó szerelmes levelet. Nice. Köszi az ajándékot sem. I suggest you acquire that letter, 47. From what we know about Martinez, a declaration... Oké, erre kíváncsi vagyok. Hol van az a szerelmi levél? Jó. Be tudok menni, mint kertész szerintetek? Beengednek minket? Figyó, házban van pár... Van pár gaz, amit gyomlálnék. Jó. Másfelől közelítjük meg a dolgot. Ó, az igen. Ki az, aki kocsit tart? Na jó, gazdag emberek, tudom, bazzek, de akkor is. Aha. Beléd is. Nem tudom elcsalni. That is Catalina Delgado, wife to Rico Delgado for the past 11 years. Jött fent. Oké. Okay. Szevasz, Sanyi, szia. Szia, Réka, üdv mindenkinek. Jobbjátok a lájkokat ezerrel. Szerintetek van még olyan, hogy valaki szerelmes levelet ír? Ó, hát Csillag, én írtam. Én írtam. Ha lenne újra egy olyan nő az életemben, aki... De úgy gondolom, hogy mint a jobb oldalam tekinthetnék, biztos írnék szerelmes levelet neki. Tuti az lenne, hogyha nem tudom én, reggel, most mondjak romantikus dolgokat, reggel mondjuk hamarabb felkelek, úgyhogy mellettem alszik, megírom a kis levelet már előre, és amikor felkel, akkor ott lesz előtt a kis boríték, hogy nyis ki, kinyitja, és akkor szépen rajta lesznek az instrukciók, mit hogyan kell csinálni, és aztán kijön, és addigra készül van a reggeli, meg a kis nasibe van készítve, és nézünk fel a kis filmet, meg mit tudom én aztán meg. A többit meg mindenkinek a gondolatára bízom, de simán én csinálnék éneket. Nagyon tudok romantikus lenni. Csak hát nem mindenkivel. Talán Mateóval, talán, de... Még nem biztos. Azt kiadta ki ott lent. That is Rico Delgado, head of the Delgado drug cartel. Oh, mijo. Mint a pöcsfej. Ezt meséld már az uramnak is, hát a tanul belőle. Az mérleg vagyok, a mérlegek mindig is romantikus természetűek voltak, szóval. Igen, Mató az speciális. Valahogy be kéne jussunk. Megvan a bejutásom. Király vagyok. Sose kaptam még ilyet. Ó, hát én már nagyon sokszor. Csináltam olyat is, hogy köszi a rózsát, Sanyi. Úristen, ellátsz ajándékokkal, Sanyi. Figyú, Sanyikám, tartogass majd az RK streamre. Déltől lesz RK stream, tudjátok, kimegyünk, dumálgatunk, azt majd lehet, hogy csatározunk valakivel, hogy tudunk. Szóval anó, hány éves voltam? 18 éves voltam, és az akkori párom az... Akkor még nem Szegeden laktam, de az akkori párom az igen, és beszélgettünk, meg minden, és mondta, hogy egyetemista volt. Na mindegy, lényeg az, hogy már nem találkoztunk egy hete,
nagyon hiányoztuk egymástak. És a lényeg az volt, hogy... ide kell menni. Hogy bekamusztam neki, hogy... hát majd csak mit tudom én, hétvégén találkozunk, szombat délután, mert kb. Hazajött, és utána csak délután tudtunk volna találkozni. És ez csütörtökön este volt, és kitaláltam azt, hogy a legelső busz az hajnali, mikor is ment? Fél 6-kor, vagy valahogy így, így ment a legelső busz Szegedre. Én beteget jelentettem a suliba, nem mentem be pénteken, viszont átjöttem hajnalba Szegedre, vettem kis csokit, meg virágot, meg mindent. Tudtam, hogy mi a kód. Bementem, fölmentem. Volt kulcsom is. És befeküdtem mellé az ágyba. És utána felkelt, és így meglepődött, hogy én mit keresek ott mellette. Szóval... és 18 éves voltam. Jó, most ezt elég nagy jelz a sztoriztam elbe közben, hogy lopakodok. De... de csináltam ilyet is. Gabi, köszi a 30-as rózsát, köszi szépen. A másik pasi is meglepődött, az biztos. Igen, befeküdtem egy rózsával. Egy szál pöcsben. Semmi ilyesmi nem volt. Gábor, köszi szépen a rózsákat. Ezt mind a szép sztoriért kapom? Köszi. Szobasát itt segbe rakták? Mi történt? Hozz vissza a szerelmes levelet. Hát meg olyan is, hogy rózsaszirmok voltak ott kiszorva a földre, és úgy, úgy vártam. Aztán kapott masszást is, meg minden. Az mi van? Az ez felszívta a konyhapultot, bazzeg. Hagytál tesó nekem is? Hú, ez az. Felszívta a konyhapultot a srác. Köszi, Gábor. Tizenhat évesen jártam egy dunántúli sráccal, aki eljött meglepiből. Ó. Figyelj, azt, azt a tesz itt fel, jó? Végtolta az egész asztalt a fején. Nagyon jó tudod, öcsém. I understand you have a certain letter in your possession. Yeah? Maybe. So what? Csak egyszer kérem. Miért kell ide jönnötök komolyan? Baszki van. Szia, Nixi. Nagyon jók vagyunk. Tudattalan tanú.
temasiani. Befér oda három, szerintetek? A csaj az vékony, csak be tudjuk tenni. Gyere, babám! Gyere, babám, tanítsál meg, szereti! Az igen! Ez melyik póz? Bazeg, tele van. Haló! Itt mi van? Betesszük így a kamrába. A patkány még is elrakom. Oké? Aha. Hát ilyen lementem, de ebben nem vagyok biztos, szóval ide a végéhez mentem le. De messze van. Ah, vigyétek a szerelmes nevet, Martinez. Jaj. Úgy öltöztünk, de menő. Sajnos lépnem kell, de ha tudok, mi visszanézek, addig is minden szépet. Jó van, csillag, délután leszek Twitch-en. Ha netán nem érne vissza délig, vagy TikTokon. TikTokon biztos megtalálsz meg. Twitch-en is majd. Miért van az a tanú ott még mindig pirosan? Engem zavar. Hey, muchachos. She's got high standards, that's for sure. I have a letter from Miss Martinez. All right, let me see that. Is that from Hector? I wouldn't know anything about that. Well, let me enlighten you. Hector Delgado and Andrea Martinez were an item once. Oh. Explosive and deadly. Things did not end well between them. Mennyire pletykás itt mindenki. Together, she wants them to go to hell. She's not accepting letters or gifts or anything from him. And neither am I. You put it on her desk yourself if it's so important to you. That is Andrea Martinez, the Delgado cartel PR officer and public face. Sure thing. Miss Martinez, I have this for you. A letter? Is that Hector's handwriting? I don't know, miss. I'd recognize that junked up scrawl anywhere. I don't want anything from that bum. I don't think you're supposed to be sniffing around here. Oh. Behézem a csajnak, meg az asztalára is. Két ember. What
gyerünk, 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 még egy csaj nem ér fel. Tempó, tempó, tempó. Nézd a leves böcsi, hello. Krokodil kaja leszel. Á, kurva élve. Jogi, nem figyel. Nem figyel. Well done, 47. This should be good. Megoldottam. És most, hogy menjek le? Szavasz, Charlix. Ez az olcsó trükk mindig beválik. Milyen buli van itt, haló? Kemény parti megy háttérben. Ja, neked volt a neved a zsidó, csár. Hát akkor az most marad is úgy egy darabig, kedves Sárli. Ameddig nem tud, hogy miért volt. Hát ez rip, az marad is úgy. Az marad is úgy, drága Charlixom. Egy a név miatt, kettő a viselkedés miatt. De úgyse fogod megérteni, hogy fiatal vagy. Anyáddal azért elbeszélgetnék, hogy ilyen nevet adsz magadnak 14 évesen. Szomorú, szomorú. Ne menjünk bele, Charlix. Hát a mai fiatalok pedig, én mindig azt hittem, majd talán megenyhül a szívem pár hét múlva, de most költözés előtt nem akarok ilyen stresszt magamnak. Mondom, ezt te is megérted. Halálos művészet. Legyen ez a következő? Eddig jók vagyunk, mert nem buktunk le se, hogyha... Azt nézzük. Bár a névre azért kíváncsi lennék, a névválasztás az honnan jött. Tökre egyértelmű, hogy Kicken vagy TikTokon Charlixnak hívnak, Discordon meg zsidónak. Nem értem az összefüggést.
Az ott mi? Ó, egy nagy köcsög. Valahogy oda le lehet menni. Kellene keresni egy... Hello? Aha, nézd csak, ott hátul. Ha jól látom, oldalt lehet lemenni? A picsába is. Bocs. Srácok nagyon szerelnek valamit. Aha. Az mit csinál? Kézbe is tettem egy szerelmes levelet Anna. Szianikő, szia-szia. So, P-Power, celebrity tattooist of tattoo torment fame, has come to Santa Fortuna. Presumably to work his magic on Rico Delgado, a known ink enthusiast. So okay. Lucky guy. I wish I could afford one of his pieces. Keresse meg a sávot. Tudni valami hülye fordítás. Én megkeresem a sávot, az biztos, de... Hát igen, Fever, de ezt én intéztem. Mikor érkezik meg? Már ott van az asztalodon, nem láttad? Nem kaptad meg? Pedig ott hagytam. Mindenkinek küldtem egy szerelmes levelet. Átszázd magad a tetoválónak. Jó. Ez jó. That is P-Power. Real name Paul Powers. Celebrity tattoo artist and reality TV star. Ő? Hey, put the money back. Those are my tips, man. What the hell? Mi van? You can't just go around taking people's money, malvado. That's stealing. Yeah, that's right. Keep walking out of here. You're no welcome. Fuera! Elvettem egy centet azért, hogy rinyázz, bazzeg. I'm telling you. I've been in some crazy shit before, but this takes the cake. Mm-hmm. So, Captain. Supposed to be right now. The Delgado Mansion. Elgato with Delgato. And then what? Walk in and tattoo the world's most notorious cartel boss. I can see how that's not easy. I heard he kills people. Just for fun. Imagine what he'd do to me if I messed up. Oh, sure, he's dangerous. But this is wife you need to look out for, caballero. I'm a dead man. Köszi, Kitty. Tehát, hogy ki kéne csalni, szerintem. What the hell was that? Mi ez a magasszi? Maybe it was just a poltergeist. Poltergeist. Oh, a faszom, hogy ilyesmi. Ezt nem mentettem. Kurva életben. 950. 947. Gyerekek az égben. Miért nem szóltatok, bazd meg, hogy mentsek? Faszki. Nem baj, így megtűjtsen a másikat. Normálisan. Milyen levél? Fivő, nem nézel a streamet? Valahogy megoldjuk ezt a dolgot.
Lehet, hogy nem is kéne mondani a csajnak, hogy hoztam szellemes levelet, nem? Az ott mit csinál fent? Juan. I have a letter for Miss Martinez. All right, let me see that. Is that from Hector? I wouldn't know anything about that. Well, let me enlighten you. Hector Delgado and Andrea Martinez were an item once. Explosive and deadly. Things did not end well between them. He wants them to get back together. She wants them to go to hell. She's not accepting letters or gifts or anything from him. And neither am I. You put it on her desk yourself if it's so important to you. Okay. A csajja ne beszéljünk, oké? Okay? Csajt hagyjuk a picsával lejönni. Mentek egyet. A mérő indul meg. Rohadnál meg. Gondolkodok, hogy lehet neki cselezni. Szia Fanni, jó reggel! Megvárjuk, hát ha arrébb megy. Well done, 47. This should be good. Okay. Erre kíváncsi lesz, hogy most mi lesz, mert az előbb beszéltem a csajjal, és lehet, ezt nem kellett volna. I swear to God, when I find out, you're dead. I can't believe this. Well, he's persistent, that's for sure. Oh, well, what's the harm? It's just a letter. Probably just some pitiful cry for help or some shit like that. Let's just read it and get it over with. Nah. Nem olvasta el? Hey, but what are you trying to do, huh? Nagyi, menj már bazd meg, hát éppen... Csinál a csaj. Ki megy? Can you please go away from me? I'm hot, and you're not. You romantic fool. I had no idea you still had it well. Maybe... Has he really changed? One thing to say all these things, these wonderful things. Another is to have actually changed. You did have some good times, Hector, it's true.
But you're just too dangerous. A loose cannon. I can't trust you to do right by me. And yet I do feel some of those old emotions as well. Oh, előttenek a... No, I can't do this. This has to end. Better to let this letter and your words end up as food for the piranhas than let my heart end up there. We're through. And I will have none of this. Martinez is down. De már neked mészre vett. Hát ez kurva jó. Oké. Oké. Szia Tica, jó reggel. Éreztem, hogy valami ilyesmi lesz. És csak. Megoldom, figyeld, kint fel lehet menni. Uraim. Great to see somebody doing their job. I can't believe this. Haha. Majd innen nézzük végig. Oh, well, what's the harm? It's just a letter. Probably just some pitiful cry for help or some shit like that. Let's just read it and get it over with. Ah, to hell with it. Let's see what that fool has to tell me. Amúgy nem is olyan szabad sajnálni, szóval kár érte. Let's see what he has to say. My, Hector, you romantic fool. I had no idea you still felt this way. Maybe... But has he really changed? One thing to say all these things, these wonderful things. Another is to have actually changed. We did have some good times, Hector, it's true. Látja onnan oldalról? Vajon? But you're just too dangerous. A loose cannon. I can't trust you to do right by me. And yet I do feel some of those old emotions as well. No. Martinez is down. Good work. Sok nem maradt a csajból. Kapta. Oké. Oké, megyünk át oda. Nem, a piranya szedte szét, de az is jó volt. Ezt próbáljuk már ki. Muszáj volt ezt megnézni, mit csinál ezzel. Hát ez PUBG volt instant. A pillanat. Uh.
pillanat. Ó, Anna, most láttam, mit írta. Nice. Szép, 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 szép. Itt volt az ideje. 10-20. Oké, át kéne öltözni. Szerintem kicsalom az egyik őrt, őt is beleküldöm a pirányák közé. Na, miért ne? Kell a Lucia. A katonai szerben fogunk tovább menni. Amíg a pirányás csak nem támad úgy, csak a vérzik valaki. Tehát hogyha, bár nem tudom, már azt is tesztelgették, nem tudom, már néztem az ilyeneket, hogy pontosan mikor támad. Hello. Pályk se kirámad. Szia, Brandon! John. Mi? Arra hagytam. Oké. Ez meg se történt. Hát azért bent bejegyzett biztos nincsen, de tudti, hogy volt azért régebben. Még x évvel ezelőtt. Sok-sok évvel ezelőtt. Az Amazonas mentén. Szevaszkozik! Beolvadok. Jó, beolvadtam. Mi a helyzet, Kozib? Attention, soldier! Elég szarul hor ez a fenyó. Elég szarul. Rám robbant az autó. Wow. 20-24. Nintendozás gyerekre vigyázol? Nice. Jól teszed. Én megpróbálom megcsinálni a missioneket. Ami csak tőlem telik. Ez nem jó, ezt mindenki ismeri, ezt a... Ez az álca kell, mert ez csak egy ember is. Ó, tehát lehet menni. Hoppá! Hú, de ninja volt, öcsém. Na, kell nekünk egy... Vá, ez mi? A kő szíve. Maradjunk a tetoválónál. Szevasz, Donát, szia, szia. Mi a helyzet?
Nem akarok rannak gyilkolni. Megvárom a csikát, mire kijön. Real name, Paul Powers. Celebrity tattoo artist and reality. Kicsit nyomottan amúgy kozim az idő miatt, de... De amúgy megvagy. Hajtó, csukolj be, léci. Erre mennyi az esély, ugye őszintén? Az igen. Milyen menő szettem lett már. Ott itt eldobtam szándékosan. Akkor valahogy oda fel kell menni, már látom is, hogy hol. Van 9-es ügynök, az bevetésem. Köszi a lájkokat, srácok, köszi szépen. Ú, de jól néz ki. Kopogjunk be, és mondjuk, hogy a jelszó New England-i kagylóleves. Köszi a követést. A power guy, igen. If you want to come through, I gotta put you down. Understand me? Persze, persze. Mindjárt intézem. A picsába. Feszítő, biztos. Mit keresel a feszítő vagy? Hát, tudod, az úgy volt, hogy... Jó, ahogy Istenem, semmi, mehet. Gyere csak. Tényleg kibasztam a bokorba. Új season Fortnite-ban. Amúgy nem kell fegyver, hogy megöljelek. Meg, fia, a töltény, ami itt van rajtam, azt nem akarják leszedni? Szevas, annyi, hello, hello. Tisztelt teljesítmény. Kövesse Catalina Delgado. Ő a Catalina Delgado? Ó. Oh. Hello. Oh my god, ay que rico que oh my gosh. My ex-girlfriend Margarita's name tattooed on my groin. It's such a no.
want to get a chance for something else. I just love your show. That episode where you tattoo the heart on the arm of that dying policeman while they're administrating CPR, it's the most beautiful thing I've ever seen. A great moment. I cherish the memory to this day. So, Rico has this tattoo on his neck, and he insists it's supposed to be based on a photo of me. I'm not a fool, Mr. Powers. My nose never looked like that, not even Botox the operation. And sure, I've had a few tics done here and there, nothing as drastic as that. I want you to make it look like me, not some young skank. I'll do my very best, Mrs. Delgado. Ah, Chico. Let me just... Chico. All right? Sure, why not? Yay! Just look this way. Pózol jak valami? Igen, a csöcsöt volt benne, de nem az jött. Jó, ne baj. Még valamit esetleg? Tehetek érted? Csika-csika. Kell az a Gandalfos, nagyon kell az a Gandalf. Boru, köszi szépen az ajándék, 2 szám giftet Annának és Öfrének, köszi szépen a támogatásból. Köszi szépen, jár a hype, nyomassátok, csapassátok. És meg is lett az a napi gól, köszi szépen. He's obviously not been sitting in a stylish chair for days, but this is P power. Who else would it be? Well, what about those cheekbones? The guy on TV didn't have. Szeki, köszi a követés. Sziasztok, srác. Enough. You know they fix all that in post-production. Just let the man work. Okay, fine. Whatever you say. Pillanat. Okay, I'm ready. Let's get this thing fixed. Na, figyú, mondom a dolgokat. Az elején egy picit... Az elején egy picit csípni fog, jó? De... De ez rendben van, tehát hogy... Bár általában a saját tűben dolgozok, de... Na. Oké. Csinálom. Relax, José. We're fine. Just making. You need to keep still, Mr. Delgado. I wouldn't want to stab you by accident. Let's sort it. You heard the man, Carolina. Leave us now. Fine. Have it your way. But that tattoo better look exactly like me when you're done with your new BFF, Rico. As the girl. He's a stranger, Rico. I don't like his face. Put the gun away. I'm fine. Nekem sem tetszik az arcod, kis köcsög. So what are we waiting for, huh? I'm here, I'm ready. Get on with it. Hey, Jose, I need you to leave us alone now. You're too wound up right now. You understand? All right, boss, all right. But I'll be back in a little while if I don't hear from you, Weiwon. Oh, finally. Some peace and quiet. Can I finish my work now? Do what you do best, man. You got it. Na 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 na. Milyen király már ilyen mission-ök vannak benne, tökre adom. Oké, helyre állt, oké. Tiszta a terep. Rico Delgado has been eliminated. A legújabb divat a fültetoválás. Az az én pályát ott, nem?
Hát szerintem ne a bejárati ajtón menjünk ki, mert lehet, hogy csúnyán néznének. Ott az őr. Nem tudja elengedni a picsa, nem tudja elengedni. Itt kell kimennünk. Andrea Martinez had an affair with Rico? Does Catalina know about this? No, no, not Rico. Hector, the other Delgado. Rico and Andrea know. Oké. Okay. Nem tudom, hogy ennyi minden van itt. Komoly. Blew up her car one night after they had a fight. Ez baj. Ez baj. Jó. Na, szóval mentünk egyet, fontos. Pont ki tudtuk hozni jóra. Nehezen volt meg, de meg lett. Oké. Okay. Hátizsákos. Ez nem tudom mi, de legyen ez. Some sort of online community out there, eh? Most már átmerek menni, mert... mi egy-kettő az ismer. Gyorsan megyek mellettük. Nagyon ninjázok. Itt az őrök nem ismernek, itt ki tudok menni. El tudom menni az utcaimat. Szakmám. Bosch Fever, azért örülök, hogy leköt.
Oké. Okay. Már csak egy célpontunk van. Jól van, Kitty. Csinálj csak ügyesen. Ott az emberünk fent. Kihallgatjuk, miről beszélnek. Gosh darn it. Hey, what's up, man? Sit down, relax. The universe will correct itself again, right? I don't know, man. I've been like smuggling this cocaine souvenir around the world. Yeah, right? Na. I need to get it. Ez egy betépős mission lesz. Man, it broke. It's supposed to be in one piece when I deliver it over by some cave entrance behind the pharmacy. But it broke. Bummer, man. A streamer is már nem benne bilyenkos, még lehet. Ú, ez az. Drágán dolgozni. I think it's gonna ruin the taste test. This Franco guy is like a bloodhound, but, you know, with taste, not smell. You know? Yeah, man, that's too bad. Ezek is már elszívták a fél életüket. Nem, úgy jövök be, hogy ne vegyenek észre. Ezek úgyis behalúznak valamit. Tehát eldobok egy érmét, hogy ez mi volt. Úristen, very big, nagyon szépen köszi mindenki nagy, köszi a költést. Az melyik holttest? Hey, listen, do you have any glue? No. Yeah, figures. Volt veszítő vasam, nem? Bazzeg. Csikke. Hát nem akarom őket kinyírni. Amikor levettem a ruhát. Szevasz, Bence. Hello, hello. Pillanatsrácok, csak most betalált mindenki hirdetésekkel. Köszi a megosztást, köszi szépen, Bence. Na, szóval ott ül a kis csikánk, és nem tudunk vele mit csinálni. De hogyha szerintetek el tudjuk úgy lőni, hogy ne legyen belőle gond. Hát ez pont a szarta. Észre sem vettem az. Keres egy kis ragasztót.
Ragasztót. Hát jó. Megoldjuk. Megkérdez, ebből mi lesz. Beleraktam mérget, összeragasztom a boost és utána. I'd like to buy some glue, please. Ragasztó. Szevasz, Bence. Szia, szia. Szép napot. Na? És nem ad nekem semmit? Azt mondja, keresek, de jó, hogy vegyem el magam. Mi van? Egy csiká. Mi van? Van ragaszod, öcsém? Halló? Ezt most nem értem. Tuk-tuk, igen, de miért nem... As soon as I'm done here and she's ready to hit the road, the money will be rolling in. I just need to find a chauffeur who's dumb, I mean, who's lucky enough to get the opportunity to drive her. Sí, claro. I remember when you offered those one-day guided tours through the jungle, got lost and barely made it out alive. Köszi szépen a követés, Kikken. Hello, hello. Keres egy kis ragasztót, de öreg, itt vagyok mögötted, adjál már ragasztót! Lenokkolok minden! Technoid, csá! Köszi szépen az... Köszi szépen a számot, kösz szépen Technoid, az egy hónapot, köszi a támogatást. Éppen lenokkolom itt az embereket sorban, az nem adnak ragasztót, most mondd meg. Egy alulfizetett testőr vagyok, és nem akarnak... Az mi? Ki találta meg a holttestet? Miről beszélsz? Bazd meg, ezt nem hiszem el. 10, 40... 5. Köszi szépen. Köszi a támogatástok. Mondjátok meg, ez miért így van, gyerekek. Szevasz, Márkó, póló. Azt mondod, Márkó, én azt, hogy póló. Zenezni mindegy. Köszi szépen az ajándékszabot. MG Pómi csak most követett, de már kapta is az ajándékszabot. Itt Kikken. Köszi szépen a támogatást mindenféleképpen. Nyomassátok azt a hype-ot. Ne menj a katonákhoz! Ne menj a katonákhoz! Állítsák meg! Köcsög! Jézusom! Hát ezt nem viszem el.
Servus, provoziert sie. Ki kell kapcsolni. Micsodát? Én még NPC elég furcsán viselkedik. Aj, baszki. Na várjál, várjál, figyelj, mutatom a taxot. Neki már úgyis mindegy, neki már reszeltek. Hopp! Hopp! Kurva jó vagy, vagy nehéz is. Oké. Sólít, hogy pofán lőttem. Oké, kell. Ragasztó még mindig kell. Úgy értem, kit kell megölni, benne vagy megmenteni. Mindig mást. Tehát ez olyan, mint a Mission Impossible, hogyha láttad a filmet, hogy kapunk egy célpontot, most hármat, és különböző módon kell megölni. Balesetnek kell átszázni, vagy rá is rásolhatsz, berambózhatsz. Különböző opciók vannak. I'd like to buy some glue. No, I'm afraid we just ran out of that item, senor. I saw the last bottle to the mechanic next door. Kint van az emberünk, viszont ő áruragasztót, nézd csak. Do you sell? Puta. Hát de ha megkérdeztem normálisan áruragaszt, és nézd meg, mi történik. Sajnos ezzel nem tudsz mit csinálni. Mi kell nyírjam őket? A küldetésem fontosabb ezeknél, az embereknél. This is a smart investment. You know how I know that? Whoa! Hey, what the hell is that? Nekem már csak lőnöm kéne megtanuljak, mert az nem megy. A picsába is. Miért ennyire nehéz? Gyere! Meg kell hoznunk okosban. Come on, look at it! It's a funny looking vehicle, right? The tourists will be like... Che questo? Az a csaj mindig a kurva iszé, patikás. Nyírjam ki a patikás csajt. Az sem egy hülye gondolat. Ott van patikába és nézd meg. Szevasz, Feri. Hello, hello. Ott a kis... Ja, ez vagy felmosó. Na jó. Pont itt áll. Ki most megy hátra. Most lesz a jó. Kapjon be, kellett a ragasztó, és nem akarta ideadni. Úri csaj, hogy ráborult.
Szabad vagy! Hát... járulékos veszteség, erre ezt mondják. Na, megvan ragasztó, gyerekek, menjünk vissza. Összeragasztjuk a kis busztat, ami még nem tudom, mire lesz majd jó. Oké. Busz megragasztás. Átszállsz magad hippinek. Egyre jobb. Az igen. Szeretkezne háborúz, keressük meg a csempész barlangot. Olyan hippi leszek be ezek. Kell egy. Egy jó mentés mindig kell a testünknek, mert aztán elbasszuk, hogy megint nem mentettünk. Erre tudjátok, mi jut eszembe. Megkérem majd nézni újra ezt a csodálatos filmet. Olyan rég láttam már. Ugye milyen rég volt már a zene? Ahova. Of moving paper fantasies, listening for the new told lies. A tiszta hippi. With supreme visions of lonely tears, somewhere inside something there is a rush of greatness. Who knows what stands in front of our lives? I fashion my future. Nagyon szép hogy játék üttek, na így szerintem. Meg kell, hogy motozzanak már megint a picsában. De nem akar, hogy megmotozzanak, itt van nálam minden fasz a fegyver. Kell dobálja még egy sorban, hát ezt nem hiszem el. Ahogy ott a feszítő vas, te állat, ezt nem engedted, hogy na mindegy. Jó, maradt állam kamera, meg egy busz. Na most gyere, megmutathatsz. Ez a Herr. Nem ismered, Mateo? Jaj. Köszi szépen, már jövök is be. Kövesse az őrt. Jó, hát nem csodálom, mert kb. Idősebb, mint anyukád. Így a... Herr, konkrétan. De azt meg tudod, hogy jó reggel. Jössz már? So I guess all that make love not worth thing has sort of lost its luster, huh? A szeretkezne háború. Nem tudod, miket beszélsz? Fogadd el a másikat is ugyanúgy, ahogy van. Isn't this kind of work sort of breaking the hippie code? Hippie kódot? Nincs olyan hippie kód. Mi csak szexelünk orba szájba. Oh. Nice day. Csá. You're expected. Have a seat. Franco's on his way. Oké, okay, köszi. Látom, hogy nagyba sefteltek és utaztok mindenbe itt. Az igen. Did you know Franco sampled his own goods? Sí, claro. Komolyba toljátok, szóval a Mikulás
Nem is a manók csinálják az ajándékot, bazzek, hanem ezek is kokaint töltenek bele. What? Azt mondja, what? Technológiai közszékületés. That is Jorge Franco, the Delgado Cartel's chief. Szevasz, öreg. So, despite an annoying delay, it's finally here. So that's how he nails the recipes every time? They got through customs without a problem, we hope. I had no issues. Excellent. We're not sure whether this will pass the taste test, but that remains to be seen. Follow us, please. Hát, szedjétek szét! Akkor szopasz, hogy így megyünk! Igen. Figyelj, itt az anyag, nézd csak! Nice 147. And now for Franco to sample his handiwork. Én megvárom, hogy megkóstolod. Az igen. Jó anyag? Jó? Na? Oh man, we feel sick. Sorry, let us through. Úgy látszik, annyira nem tetszett neki az a cucc. Csóri! Hát ez ilyen. Köszi szépen, chat. Ezt tudtam intézni. Baszi. Hey you, this is a restricted area. A kurva életben. Hey, you, are you deaf? Follow me now. I need you to follow me. Entiendes? Jó hülye vagy. Az boy. Hol a faszba jöttem én? Oké. Ez nem így volt bekalkulálva, de billiómosok leszünk még itt a végén. Ez jackpot, öcsém. Azt te kurva. Majd ott van egy dokumentum. Isten, technoid, köszi szépen a szabott TikTokon is, de megijedtem a hangtól. Köszi szépen a támogatást. Köszi, köszi. Aztán a menő emózokat sok-sok szeretettel, TikTokon is elég sok van. Itt már három levé, igen. Kell egy kreatív kijárat. A kocsi kulcs az nálunk van, nem? A kocsi kulcs az nálunk van. Hey. Nyomod neki! Bénák. És még egy faszal kis verdám is lett a végére. Na, Tektoid, majd most rá fogsz pörögni. Ennyi.
Mennyi? 31 000 XP. Volt már jobb is amúgy, de ez másfél óra volt ez a pálya. Mármint így a hosszaság, 50 perc, hogy másfél óra volt az újrakezdések miatt is folyamatosan. Amúgy ez komoly. Mondom, nehéz volt ez a pálya, szerintem. Nem lőtték le, nem merték lelőni az autót, mert az, de várj, az meg a csávónak és a főbossznak volt az autója, akit megöltünk, ezért sem értem, miért nem nyitottak tüzet, mert mivel ő már meghalt, ez érdekes volt, mert elvileg ki kellett volna, hogy lőjék az autót, szerintem. Na, mint egy is. Oké. Okay. Untouchable. Anglia. Mission status. Columbia assignment successful. Tactical targets neutralized. Well, that's a pálya volt szerintem. Location of primary target unknown. Team chasing several leads. End message encrypt and send. Ki az ott? Ja. Ki lesz jobb oldalt? Tudni lesz itt valaki. Not as strong as you. They have to pay for what they did. Jory. It needs to stop. You need to stop. If my source checks out. Az a gyereke volt akkor? 9 évesen kinyírták. We'll have grounds for a retrial. It won't make a difference. They're too powerful. They're not the devil, Nancy. Just the company. They're not above the law, don't you see? This is bigger than James. Those bastards. Miért nem tudják megcsinálni kibaszott játék alapján a filmet, úgy őszintén kérdezem. Tehát annyira jó lenne, szerintem. Simán tudna működni. No one's untouchable. Jó, hogy az ő volt. Diana! Coming! Oh. Felrobban a kocsit is már. Ja. Fasza. Hát igen, ez így elég éri. Szevasz, Mark. Az fasza. 89-8. Ez mennyire durva már. Egyszerre mindenkit elveszíteni. Johannesburg. Na itt a csávó. We got what we came for. Move out. Igen, láttam. Na az viszont cumi. Sohori. Ez kellemetlen.